28 akadémikus tiltakozik az OMS vezetőinek kirúgása miatt. Durva politikai döntésnek tartják a lépést. Váradi András, az MTA doktora úgy véli, az eset nagy pofon a magyar tudománynak, főleg azért, mert Palkovics László személyében egy tudós ember, az MTA tagja távolította el a meteorológiai szolgálat vezetőit. Ez a döntés a tűzijátékkal kapcsolatos téves előrejelzéstől függetlenül is megszületett volna. Erre Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a keddi kormányinfón, az országos meteorológiai szolgálat vezetőinek menesztése kapcsán. A miniszter hozzátette, hogy az augusztus 20-i előrejelzés pontatlansága mögött kompetencia problémák állnak. Ennek kompetencia problémák állnak a hátterében. De ez egy szakmai kérdés, egy szakmai vita. Most nyilván azoknak a neve szerepel a sajtóban, akik egy döntésen tiltakoznak, de szép számmal vannak azok is, a legnevesebb meteorológusok között, akik az elmúlt években vagy hónapokban úgy gondolták, hogy az OMS jelenlegi vezetése nem a legalkalmasabb ennek a feladatnak az ellátására. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaiból álló Stádium 28 kör tagjai viszont nyílt levélben tiltakoznak a döntés ellen. Egyikük, Váradi András, az MTA doktora arról beszélt híradónknak, hogy itt egy durva politikai döntésről van szó, ami felülírja a tudományos racionalitást. Hát ez egy borzalmas nagy pofon a magyar tudománynak. Egyrészt azért, mert egy tudós ember rendkívül tudománytalan döntést hozott, azzal, hogy eltávolította a Meteorológiai Intézet vezetőit. Ugyanis ez azt a benyomást kelti, mintha ő nem tudná, hogy a meteorológia az valószínűségekkel, statisztikaiakkal dolgozik. Pártai Lucia, az EUMET.hu vezető meteorológusa Gödöllő térségében figyelte az időjárás az ünnepet megelőzően. Mint híradónknak elmondta, már 19-én úgy látták, hogy a térségben nem várható vihar augusztus 20-án. Folyamatos nyomon követésen voltunk, óránként beszéltünk egymással, és ahogy ez várható volt, a délutáni órákra fokozatosan megszűnt a labilizálódás a légkörben, egyre bizonyosabbakká válhattunk, hogy a tűzijáték idejére Gödöllő térségében nem várható veszélyes időjárási esemény. Ezt mi jó órákkal előtte is megbeszéltük. Levélben keressük a kormányt. Azt szeretük volna megtudni, hogy nem tartják-e ellentmondásosnak, hogy a fővárosi tűzijáték elhalasztása kapcsán nem a döntéshozó operatív törzs, hanem a döntéshez szakmai érvekkel szolgáló szervezet viseli a következményeket. Adásunkig azonban nem érkezett válasz.